Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az a gondolat, amit tervez, és ezt itt látjuk ezen a képen egy szerelmes nő. Tehát ő gondol rád, és megjelenik itt a gondolataiban a szerelem. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, az itt látható ezen a képen, és itt megjelenik a házasság. Tehát van egy tartós kapcsolat szerelem kettőtök között, sőt, azt is jelentheti ez a kártya, hogy lesz egy házassági ajánlat. Amennyiben ő nős, akkor a házasság kártyája utalhat az ő házasságára is. Tehát megjelenik a családi kapcsolat, és megjelenik a szerelem. És ez a szerelmes nő, sőt az ő gondolataiban, ez te vagy. És ő kicsit vacilál a feleség között és közted, amennyiben ez a férfi házas. Ha nem így van, akkor tervez veled egy házasságot. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt lesz közeledés, áttölel téged, szeretne veled találkozni, de ő érzi azt, vagy tudja azt, hogy van valaki a háttérben, és figyelget benneteket. Itt a képen ugyan egy férfi látható, de lehet egy nő is, hiszen mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Mi köt össze benneteket? Itt ez a lilium virág utal a tisztaságra, vagy hogy tisztázódik valami. Amit ez a kártya még jelent, a szexuális kapcsolatok. Tehát megvan ez a vonzalom kettőtök között, vagy lehet, hogy neki ez az elképzelése, és ilyen gondolatokkal vagy érzelmekkel közeledik hozzád. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!